Gyerekzsivaj és szirénaszó, tűzoltóautók és maszkok, sorakozó csoportok és segítőkész egyenruhások. Bár elsőre úgy tűnhet, szerencsére nem a szekszárdi gyakorló óvoda gyulladt ki. Katasztrófavédelmi napot rendeztek az egyetemen. A program a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar és a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Együttműködik két nagyon-nagyon fontos intézmény a tekintetben, hogy a helyiek biztonságérzete erősödjön. Ennek az együttműködési megállapodásnak a gyújtópontjában egy közös oktatási, képzési, tájékoztatási program van, amelynek keretében próbáljuk a területtel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, ismereteket eljuttatni mind a hallgatóink felé, mind más érdeklődő polgárok felé, és arra rávilágítani, hogy ezen a téren csak a hatásos együttműködés lehet jó megoldás. Különösen a pedagógus képzésben résztvevők számára fontos az ismeretek elsajátítása, ugyanis esetükben nem elég, hogy tudják a konkrét tennivalókat, de ezt megfelelő módon át is kell adniuk a gyerekeknek, mondják a szakemberek. Éppen ezért a megállapodás több eleme, többek között olyan konkrét területekre is vonatkozik, mint a közös előadások, közös tantárgyak, közös kurzusok és közös tanfolyamok indítása. A katasztrófavédelmi nap demonstrációi során a gyerekek viszont első kézből, gyakorlati tapasztalatok mentén, saját élményeiken keresztül ismerhették meg ezt a világot. Kötés, meg kúzda is telítve. Ez azért, hogy Kevin engedj meg! Miért? Már Bence beütted el. És ezt is le lehet hajtani. Hát a legjobb. Azt filmezed? Tudod? Hey, hogy ne pattanjon a szemedbe semmi. A színes program igyekezett közelebb hozni egymáshoz az oktatás és a katasztrófavédelem világát, illetve érdekesebbé, izgalmasabbá és érthetőbbé tenni az ezen a területen dolgozó szakemberek munkáját, mindennapjait. A rendelkezés álló technikai eszközeink mellett készültünk egy úgynevezett füstátorral, ahol a fiatalok és akik kipróbálják, azok megismerkedhetnek azzal, hogy a kollégáim milyen körülmények között végzik a munkájuk a tűzoltás során. Ezen kívül egy tálcatűzoltási bemutatót hoztunk, illetve egy konyhatűz szimulációt hoztunk még. A konyhatűz szimuláció az annyiból áll, hogy olajat gyújtunk meg, mint hogyha otthon a háziasszonyok föltennék a vasárnapi ebédhez az olajat, ez meggyullad, és azt mutatjuk be a kollégáim révén, hogy ez hogy lehet hatékonyan, és hogy lehet jól eloltani. Tehát fontos tudni, hogy erre vizet tenni nem szabad, hanem csak egy fedővel, vagy egy nedves konyharuával kell letakarni. A nap sztárja azonban egyértelműen az emelőkosár volt, ahogy arra a magasból mentő kocsi előtt egész délelőtt hosszan kígyózó sorokból következtethetünk. Az óvodások 5-6-an, az iskolások 3-4-en egyszerre szállhattak be a kosárba, természetesen mindig felnőtt kísérővel. 5-10 méter magasra is felliftezhettek, és szétnézhettek madártávlatból, láthatták az óvoda tetejét, és a magasból integethettek társaiknak. A szervezők szerint az élményközpontú nap segített közelebb hozni a fiatalokhoz a rendkívüli események kezelésének módjait, megértetni velük, milyen fontos a tűzbiztonság, és megmutatni nekik, hogyan tudják már ilyen kiskorban is biztonságosabbá tenni környezetüket, otthonukat.